Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más szeretnénk veletek megosztani, mint pár olyan dolgot, amit nem tudtatok rólunk. Valószínűleg még a videókban, a vlogokban nem hangzott el. Ugye most már mióta? Több mint 2 éve csináljuk ezeket a vlogos videókat. Nagyon sok mindent megosztottunk veletek, de van sok olyan dolog, amit szerintem még mindig nem tudtok rólunk. Legalábbis nagyon sokan nem tudnak rólunk, úgyhogy ezeket szeretnénk veletek megosztani. Nem mindent, csak pár dolgot. Úgyhogy ki megy először? Akkor te kezdél, vagy kezdjem én? Én. De mondd azt te egyet, aztán mondok én egyet, jó? Az iskolában mostan kaptam egy award, egy ilyen oklevelet az iskolában. Ja, egy olyan competitionról, egy Christmas card. Egy karácsonyi kártyát kellett rajzolni az iskolában minden egyes gyereknek, és a Lucas ezért kapott egy oklevelet, mutasd az oklevelet. Azért, mert ő nyert, mert nagyon szépen tudott rajzolni. Oda nézd, látod, mutatom neked az oklevelet, és nem ezben az érdekes, hogy kapott oklevelet, mert többször kap ugye a Lucas oklevelet, jó gyerek ugye az iskolába, és ami érdekes volt ebben, miért érdekes ez az oklevél, mert kitől kaptad? A Stuart Robert-tól, az MP. Az az ember mi nálunk itt a Gólkoszton, ilyen parlamenti ember, egész pontosan, ahogy magyarul ezt hogy mondják, nem tudom, de ugye ő bent van a parlamentben, és hogyha valami jó ötlete van, akkor ugye van neki beleszólás ez az egészben, tehát hogyha akarunk például egy új hírat ide a túloldalra, akkor ő az, aki elintézi mi nekünk, és ott volt az iskolában, és ő adta át személyesen a Lucasnek ezt az oklevelet, mutatom még egyszer ezt az oklevelet, kezet fogod feled, ugye? Ja. Ugyanis rajzolt a Lucas, ugye mindenkinek lett egy ilyen szép karácsonyi képeslapot. Ja. Úgyhogy, ezt szerintem nem tudtátok. Szerintem érdekes, legalábbis mi nagyon örültünk neki ugye, hogy a Lucas ilyen szépen tud rajzolni. Régen a Lucas nem, hogy te nem nagyon szépen tudtál rajzolni. Akkor az én rajzoltam nagyon jól. Ja, most már elég jól tudsz rajzolni, elég jól megtanult rajzolni. Aztán, amit nem tudtatok rólam, ahogy mondtam, van pár dolog, le is írtam ide egy papírra, hogy el nem felejtsem, miről szeretnék beszélni. Egy dolgot, amit nem tudtatok rólam, lehet, hogy te se tudtad, úgyhogy most megosztom te veled is. Nekem sok autóm volt ugye, amikor múltkor összeszámoltam, hogy ott számoltam, akkor olyan 12 autóm volt, mióta voltunk ugye Magyarországon, laktunk meg, ugye itt laktunk, és azóta kb. 12 autóm volt, ami a sajátom volt. Amit nem tudtatok, meg lehet, hogy te se, a legelső autóm, ugye ez egy Skoda 100-as volt, egy rettentő régi autó. Én nagyon szeretem, nem tudod, hogy ez milyen autó, de majd mutatok egy fényképet róla. Ez egy ilyen régi autó. Skoda 100-as, ilyen régi autó. Ami érdekes, ezt a legelső autómat, amikor megtanultam ugye vezetni, levizsgáztam, én vettem a saját pénzemből. Ami még érdekesebb ebben, úgy vettem ezt az autót, képzeld el, hogy eladtam a biciklimet nem többért, mint 15 ezer forintért annak idején, és ezt az autót megvásároltam. 15 ezer forint, ugye most már nem nagyon sokat ért szerintem 15 ezer forint, de régen sem nagyon sokat ért 15 ezer forint volt, egy használt biciklim eladtam és megvettem, én rettentően örültem ennek. Apukámmal ugye egy kicsit megcsináltuk, apukám lefestette, ugye apukám autófényező volt Magyarországon, és rettentően szerettem ezt az autót. Ami még érdekesebb, hiszed vagy nem, de a 12 autómból 10 autót összetörtek. Nem én voltam, egyszer sem én voltam hibás, mindig valaki nekem jött, képzeld el, mentem az úton, hátulról belém jöttek, oldalról, mindenhol, egyszer sem én voltam a hibás. Kivéve talán egyszer a Skoda 100-as volt a legelső automat, végülis akkor sem én voltam hibás, mert tél volt, csúszott az út, én próbáltam bevenni a kanyart nem többel, mint 20-szal. Komolyan mondom, 20-szal mentem, anyukám ott ült mellettem, egy lejtős volt az út, jeges volt az út, és hiába forgattam a kormányt, ugye a Skodának, a 100-asnak a motorja hátul van, az elé az rettentően könnyű, és csak így ment egyenesen, csúszott lefelé az autó a dombon, és neki ment a villanyoszlopnak, és összetörött. Úgyhogy most eljössz. Jó van. Mondjad. A Magyarországon, mikor mentem, nem mikor 2 vagy 4 voltam. Ez tavaly volt, nem tavaly Magyarországra. Ja. A Lucas elment Magyarországra a szüleimmel tavaly. Jó, tavaly. Mert csak nem, tavaly előtt, mert most már 2017 van. 2015-ben, ugye akkor mentél a szüleimmel Magyarországra. És mi történt Magyarországon? Mentem a kórházhoz. Nem a kórházhoz mentél, bekerültél a kórházba. Ja.
egy pár napra miért kerültél be a kórházba? Már nagyon fájt a hasam, mentem a dokihoz, ők mondták menni a kórházhoz. Éjszaka felébredt a Lucas, rettentően fájt a hasa, és be kellett menni a kórházba. Hány napot töltött le a kórházba? Három napot töltött, és hogy tetszett a Magyarország? A Nagykanizsai kórház, ugye ott volt a Nagykanizsai kórházban. Hogyan tetszett? Hát jó volt és nem jó volt, már volt barátok ott. Ja, szerezte. Tudtam beszélni, játszani vele, de minden más csak. Olyan volt ülni egy ágyba beszélni, az minden mindig. Unalmas, ja, hát unalmas. A kórház az mindig unalmas, ugye. De legalább voltak magyar barátaid, ugye. Egy-két gyerekkel megismerkedett, és nagyon jóba lettek. Játszottatok, ugye azt mondta, nagyon sokat játszottatok, meg már filmet néztetek. Ja, volt az ájkerem, és... Ja, és együtt néztétek meg játszottak. Ja, és néztünk filmet. Mikor mentem Magyarországhoz, mikor négy voltam a mama és papa. Igen, ugye és a Lucas, már ezt se tudják. A Lucas az volt többször Magyarországon, nem csak én velem, meg a feleségemmel, ugye, meg a nagyszüleimmel. A szüleimmel, az ő nagyszüleivel. Ő elment a szüleimmel is Magyarországra. Hányszor voltál a mamával, meg a papával? Úgyhogy mi ott nem voltunk. Körülbelül kétszer? Kétszer, ugye? Vagy háromszor? Kétszer vagy háromszor? Kétszer! Ja, kétszer voltál. És... Ja, várjál, mondjad te. Jó, mikor én visszajöttem Magyarországtól, mikor... 4 éves voltál akkor. Én visszajöttem, és én csak beszéltem magyar, nem nagyon beszéltem angol. A Lucas hazaérkezett, és ugye ott töltött 4 hetet? Ja, 4 hetet voltatok Magyarországon. És Magyarországon ugye abban az időben, nem abban az időben, de a Lucas abban az időben volt, mikor ugye tanult nyelveket, és mikor ilyen 3-4 éves, hogy az agyad nagyon jól fog. Rettentő jól megtanult magyarul, folyékonyan beszélt magyarul, angolul meg nem az, hogy elfelejtett, de elég nehezen beszélt angolul. Tehát úgy beszélt angolul, mikor visszajött Magyarországon, mint ahogy most beszél magyarul. És nagyon sokszor ugye a feleségem egyáltalán nem is értette meg, de ez ugye nem tartott sokáig, meddig tartott egy hétig, két hétig talán. És a Lucas rendesen visszállt ugye az angol nyelvre, mert ugye ment az óvodába, az folyt mindenhol, nézett a tévéből, a csapból, és visszaállt. De először rettentő furcsolt, mikor azért, és én nem akart megszólalni angolul, csak magyarul. De ahogy mondtam, minél ugye korábban a gyerekek megtanulnak egy másik nyelvet, ugye mind most, hogy a Davis is, mind az angolt és a magyart is, ugye nem lesz perfekt belőle, ugye a Lucas sem perfekt magyarul, de... Ha tudtam beszélni magyarban most is úgy, ja, hát sokkal jobb lesz. Ja, de hát minél többet ugye gyakorolsz, annál jobb leszel belőle, de azért sok mindent megért ugye a Lucas is, tehát szerintem nincs vele gond a beszédével. Most pedig az öcsémről szeretnék beszélni egy kicsikét, ugyanis van egy dolog, lehet, hogy több dolog, de egy dolgot szeretnék megemlíteni, amit nem tudtok róla. Az öcsém régebben, pár évvel ezelőtt, képzeljétek el, írt egy könyvet, amit ki is adtak, itt van mellettem, mutatom neked, ugyanis ide raktam. Ja, kiadták, mutatom neked, majd mindjárt mutatom. Itt a könyv, amit az öcsém írt. Ennek a címe pedig nem más, mint How to Seduce a Man. Hogyan csábítsunk el egy férfit, ugye ez a könyv lányoknak szól, az öcsém írta a lányoknak, és elküldte egy kiadóhoz, ahol ki is adták ezt a könyvet, egész pontosan Amerikában, már itt átulján. Amerikában eladták. 2010. május 30-án itt van valahol az alján, hogyha látjátok, és sok minden ebbe a könyvben le van írva, tehát az első randiról, hogy hogy viselkedjél, mit csináljál, mit ne csináljál. Várj, kitakartam a fejedet. Nagyon érdekes, ugye annak idén elolvastam, meg most is, hogy megkaptam tőle ezt a könyvet, megint átolvastam, vagy elolvashatod. Jó. Amúgy mutatom, várjál, hány oldalas? 48 oldalas. És elég érdekes ez a könyv. Abba az időben meg lehetett venni az interneten, online-ban most, már, ha jól tudom, így nincsen fent ilyen rendes könyvbe, de ilyen letölthető formában még valószínűleg még mindig fent van, hogy hol, nem tudom, azt már meg kell tőle kérdeznem, de szerintem érdekes könyv. Majd elolvashatod, rendben? Jó, én csak fogom mostan. Fogjad. Na most eljössz. Mi? Jó, én nem szeretem a Coke vagy a hamburger. A Lucas nem issza meg a kólát. Mindegy, hogy milyen kóla, Pepsi-s kóla, Tesco-s kóla, Coca-Cola, egyáltalán nem issza meg a kólát, hogy miért fogalmam nincsen, miért nem iszol meg a kólát. Már ittem. Én tudom, hogy te már ittál, de nem szereti, tehát nem issza meg, nem szereti a kólát. Amit meg én nem szeret, az a hamburger. Miért nem szeretsz a hamburgert? Mindenki szereti a hamburgert. Ettem cheeseburger egy time. Én azt mondom, egyszerre vette sajtburgert. És? De az sajtburger, meg a rendes hamburger nem pont ugyanolyan.
Tehát nem szeretem a sajtburgerre, és nem eszek hamburgert. Tudom, egyszerűen nem lehet vele megedetni a mustárt, ugyanis a mustárt nem szereti, bár nem mindenki hamburgerba. Én már kaptam szósz, és az jó volt. Én tudom, de a hamburgert egyszerűen nem tudom, nem lehet vele megetetni. Hogy el is megyünk ilyen gyors kajáldába, mondjuk a McDonald'sba, akkor nem hamburgert teszik, hanem nuggetot. Ugye ezeket a kicsik is, minek hívják? Csirke. Nuggets. Csirke daraboknak. Vagy. Aztán, hogy egy kicsit beszéljünk a feleségemről is, nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem. Én a feleségem, nekem és a feleségemnek nem itt Ausztráliában volt az esküvőnk, hanem Magyarországon, egész pontosan Nagykanizsán, most már jó pár évvel ezelőtt, ugye most már mennyi, több mint 10 évvel ezelőtt, képzeljétek el, és ott mentünk el Nászútra, elmentünk egész Magyarországot, ugye beutaztuk, ezt már mondtam nektek, többször jártunk Magyarország majdnem minden részén, jártunk Szlovéniába, jártunk Olaszországba, jártunk Makedóniába, ugyanis a feleségemnek ugye a szülei oda valósiak, tehát megnéztük a rokonait. Szerintem ezt nem tudtátok, bár lehet, hogy már említettem, de a házasságot szerintem nem említettem, hogy Magyarországon volt. Aztán még egy dolgot rólam. Ezt szerintem biztos, hogy nem tudja senki se, ugyanis ezt nem nagyon szeretem elárulni senkinek, csak így ti nektek. Ez pedig nem más, mint én szeretek valamivel nagyon játszani. Ugye? Ja. Ez a valami, amivel én nagyon szeretek játszani, tehát mindegy, hogy reggel van, vagy este van, nem más, mint a fülem. Vagy a Lucasnek a fülem. Vagy a Lucasnek a füle, vagy a feleségemnek a Davisé. Én állandóan itt szeretem így megfogni, és ilyeneket csinálni a fülemmel, így ilyeneket, meg mindenféle fajta, hogy miért jó ez, nem tudom, ez kisgyerekkorom óta így rám ragadt, mindig itt szoktam így gyömiszölni, meg mindent a fülemet, és annyira, hogy az összes ilyen, mi van a füledben, ilyen porc, el vannak törve, tehát így simán be tudom hajtani, és egyáltalán nem érzem, tehát nem fáj. Amit csináltam a Lucas nem szereti. A Davis az még ugye eltűnt mostanában, de senki nem szereti. Egy normális embernek a fülét így összehajtani ugye nem nagyon tudod. Amit csináltam a Lucas-szel, amikor pici volt, mit csináltam vele? Mi? Összetörtem a füledet, úgy, mint nekem. Tehát a Lucas is ugyanúgy össze tudja hajtani a fülét. Látod? Anélkül, hogy fájna neki. Jó, érzi valamennyire, mert ugye nem minden nap játszik vele, de annyira össze majszoltam neki, hogy ha valaki az iskolában mondjuk elkezdi csavarni, vagy valamit a fülét, akkor nem fáj, ugye? Nem. Érzed, persze, hogy érzed, de nem fáj. Ami szerintem jó dolog, nem tudom, fogalmam nincsen. Régen azt mondta anyukám, hogy itt szoktam mindig elaludni, mikor kisgyerek voltam, hogy mindig ilyeneket csináltam a fülemmel, és ez így rajta maradt. Ja. Ami baj van vele, hogy nem csak magamat szeretem csinálni így a fülemmel, hanem mindenki emberét. Persze nem olyan embert, akit nem ismerek, csak így a családtagok közül. Senki nem szereti, mondjuk. A legjobb fül, tudod melyik fül? Milyen? A hideg fül, azt rettentő szeretem. Ja, emlékszem. A füle hideg! De nem csak embereknek, szeretem csinálni a macskáknak, a kutyáknak, a nyusziknak, A mindennek. Nem emlékszem, mikor te mondtad, hogy te mindig játszott a fülbe, én emlékszem, hogy te mutatta egy fénykép, hogyan csak ja, ezt csináltad ja, a füledbe. Volt egy olyan fénykép, mikor így szumiztam, ugye az a fénykép, ja, hogy szumiztam, és így fogtam a fülem. Ja, az való fülem az internetem. Aztán egy utolsó dolog, amit nem tudtatok, valószínűleg nem tudtatok, én sose osztottam meg veletek. Ugye ezt a csatornát csinálom most már több mint 2 éve, ezt az Ausztrál-Magyarul csatornát. Csinálok mindig érdekes videókat, de is megpróbálkozok érdekes videókat készíteni, és képzeld el, sokszor készül olyan videó, amit soha nem osztok meg veletek. Például volt a valami 5, még tavaly, ugye 5 részt, ugye? Ja. Annyit adtunk ki, annyit raktunk fel az internetre, de nem 5 rész készült a valami 5-ből, hanem hány rész készült? 6 rész készült, és egy részt, mikor elkezdtem szerkeszteni, befejeztem a szerkesztését, letöröltem, ugyanis nem tudom, úgy döntöttem, hogy nem lett olyan túl jó. Ez nem más volt ez a rész, nem tudom, hogy emlékszel rá, vagy nem, mikor mutattunk egymásnak dolgokat, képeket, és ki kellett találni a másiknak, hogy mi lehet a képen. Az miért nem tudom találni a neten? Én hát akartam találni azt, de nem tudtam találni. Azért, hát azért nincsen fel, mert sose osztottam meg, de annak idején mondtam is neked, elfelejtetted? De, röviden. Én tudom, Alex Master. Én akartam nézni a neten, de nincs ott. Nincs, ugyanis nem tudom, voltak képek, tehát volt ilyen kút, ez a nagyon régi kút, ugye ez a pumpás kút, mutattam Lucasnek, hogy szerinted ez mi lehet. Vagy ilyen nagyon én régi... Én csináltam azt a... Az a... Mit? Milyen brotherek. Ja, hogy emberek. A repülőgépen, ugye ki az az ember, Lucasnek volt egy ilyen fényképe, meg régi telefon, mobiltelefon a legelső verzió. A házikónak, mit én mutattam neked. Emlékszek rá, és nem tudom, valahogy nem olyan lett a hangulata, ugye minden videónak megvan egy hangulata, hogy milyen, és a végére nem olyan lett, amire
amit szerettem volna, tehát ezért inkább nem osztottam meg veletek. Aztán, képzeld el, nem csak videó volt ilyen, hanem volt egy új sorozat is. Ugyanis pár hónappal, most már jó pár hónappal ezelőtt elkezdtem egy új sorozatot, csak sosem fejeztem be, csináltam belőle 2 vagy 3 részt, elkészült ebből. Ez a sorozat nem más volt, mint a Képzeld el. A mi? A Képzeld el. Én nem emlékszem azt. Nem emlékszel rá? Mert elkezdtem, ugye, lefilmeztem, de végül is neked sem mutattam meg sohasem. Egy részt teljesen meg van szerkesztve, vagy lehet, hogy 2, vagy 1, nem is tudom, de sose osztottam meg veletek. Ebbe a sorozatban nem másról beszéltem, mint érdekes dologról. Összeszedtem 5 vagy 10 érdekes dolgot ugye minden részben. Például egészségedre. Tudtad-e, hogy miket próbáltak becsempészni itt Ausztráliában a reptéren? Vagy ilyen hasonló érdekes dolgokat összeszedtem, el is mondtam, így ugye videón keresztül mutattam fényképeket, videókat, mindent, de a végén nem tudom, hogy miért úgy döntöttem, hogy nem olyan lett, amilyet szerettem volna, hogy legyen, ezért soha, de soha nem osztottam meg ti veletek. Szerintem nem is fogom, bár lehet, hogy ide egy részletet majd beleszerkeztek, és nézhettek bele egy 5 másodperces részletet, de ezt sose osztottam meg veletek. Úgyhogy mára ennyit, reméljük, hogy tetszett ez a mai videó, és egy kicsikét más volt ugye a megszokottól, vagy a többitől, de remélem, hogy mondtunk nektek olyan dolgokat, olyan érdekes dolgokat rólunk, amit nem tudtatok, és érdekesnek találtatok. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét, szeretnénk kívánni attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Jól, én most megyek olvasni az Attila könyvét. Én menjél olvasni a könyvét. Sziasz, szevasz! A mai részben 10 olyan érdekes dologról szeretnék beszélni, amit emberek próbáltak felcsempészni a repülőgépre. Nem tudom, hogy tudtad-e, de hogyha repülsz egy másik országba, sok mindent nem vihetsz magaddal. Például 20 liter bort, drogot, pisztolyt, ugye hasonló dolgokat. Már ennyit az érdekes történetekből, remélem, hogy mindenkinek tetszett. Sziasztok!